Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a és nézd a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Média Zabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Média Zabálók 15. része itt a Parallaxis Univerzum közösségében, a mikrofonnál gizurgergő. És most nem reklámozunk semmit, hanem rögtön belecsapunk a lecsóba, mert hogy ma egy 2010-ben megjelent filmről fogunk beszélgetni, melynek címe a közösségi háló. És ennek a filmnek a kibeszélésében itt van velem két állandó beszélgető partnerem. Először is szeretném üdvözölni Barkóci Norbit, digitális tartalomkészítőt. Szia Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! És itt van velünk Kubatovics Áron, kommunikációs szakember. Szia Áron! Sziasztok, és én is üdvözlöm a hallgatókat! Szokásos, mindig úgy szoktuk kezdeni, hogy láttátok-e már korábban, ez ugye fontos kérdés, és akkor ebben, ha fel is fűzitek, hogy amúgy hogy tetszett és akkor utána tovább megyünk. Igen, én ezt szerintem, ha nem is moziba, de nagyon közel az eredeti megjelenéshez képest elég közel ahhoz láttam ezt a filmet, azért 2010, ugye, hogy említetted, egy, egy pár évvel azelőtt robbant be Magyarországra is igazából a Facebook, ugye nyilván, mint sok mással hasonlóan, itt is egy pár éves lemaradásba voltunk, mire Európában, meg Magyarországra is ugye elért ez az egész láz, és öm, szerintem, szerintem pont akkor, amikor ez, ez nagyon ilyen felmenő ö, ívbe volt itthon, akkor, akkor jelent meg ez a film. Amúgy nem is gondoltam volna, basszus, tényleg már 14 éves, és hát, hát, a, hát a, úgymond a Facebook film, amire majd amúgy kitérünk, mert szerintem hogy ez tök rossz, nem, nem, nem egy túl jó kifejezés, hogy a Facebook film, mert majd lesz róla szó, de szerintem ez a legkevésbé magáról a Facebookról a szó technikai vagy szorosabb értelmében, tehát legkevésbé arról szól, mint sem igazából az emberi, emberi kapcsolatokról. Úgyhogy szerintem nálunk ez akkor nagyon, nagyon aktuális volt, de hát nyilván mindenhol máshol is. És az a furcsa, ha visszatekinteni nyilván a, a, mából, hogy az elmúlt 14 év alatt mennyit változott az egész Facebooknak a funkciója, megítélése, és ugye az egész Facebook körüli hype? Hát igen, nagyon jó, amit mondasz. Erre én is gondoltam, hogy majd beszéljünk. Minden én nem moziban láttam 2010-ben, de néhány hónappal később valószínűleg otthon láttam, és nagyon tetszett annak idején, és emlékeztem is rá, sőt én szerintem már valamelyik korábbi médiazabálókban szóba is került, hogy ez egy jó film, úgyhogy ilyen szemmel újra nézve, azt tudom mondani, hogy nem öregedett túl jól, de ez nem a... Tehát ez, ez, azért van, mert hogy eltelt közben 14 év, és miközben 2010-ben valami elképesztő nagy hype volt a Facebook mögött, vagy körül, az most kevésbé van, sőt látjuk az árnyoldalait is, szóval, hogy egy tök más szem, nagyon más élmény ezt a filmet nézni, és szerintem se a Facebookról szól. Na most ugye ezt a filmet ugye az USA-ban 2010. szeptember 24-én mutatták be, nálunk pedig 2010. november 11-én. Tehát ez mondjuk elég gyorsan jött, mint mondjuk a Facebook nem is annyira. Gyorsan jött, és valószínűleg január-februárban láthattuk Norbi is, én is. Te mikor uh -huh. te láttad? Én most láttam először. Ha. Tehát nekem ez abszolút új volt, nekem ez kimaradt, megmondom őszintén. De én sokszor nagyjából a Mikihez hasonlóan én kő alatt élek, tehát nálam ez abszolút benne van. Úgyhogy nincs ezzel gond. És ez a film egyébként 8 ebből hármat be is zsebbelt, úgyhogy nem tudom, hogy majd az Áron pdr van-e infó, úgyhogy kicsit pörögünk is rá akkor a szereplők, a színészek, miatt rátérünk magára a filmre, hogy, ahogy szoktunk meg ugye az emögött lévő dolgokra, meg hogy mi ez a film, mert hogy ugye azt írják, hogy ez egy amerikai filmdráma, nem is ez a hivatalos megnevezése, de ebben, tehát nem tudom, van benne egy kicsit ilyen dokumentumfilmszerűség is, de közben meg nem ez, ez inkább fiktíva történet. Na mindegy, ezt most, ezt most, ebben most nem menjünk még bele, hanem majd menet közben boncolgatjuk úgy is. A filmet ugye David Finchner rendezte, aki többek között a Tetovált Lány, a Harcosok klubja, a Játszma című filmek is kötődnek, és azért ezek nem rossz címek. És a, nem hetedik, el... a, hetediket ne hagyd ki. Nem hagytam ki majd. Te. Úgyis, figyelj, nekem azért jó, mert én elmondom azt, amit én fontosnak mondom, és én is hagyok neked labdagombolyogat, nincs ezzel gond. És még róla annyit mondani, még Áról lehet, hogy elmondja a fél életét, már nem az övét, hanem a, a rendezőjét, hogy ő egyébként George Michael és Michael Jackson videóklipeket is rendezett korábban. Ja, én nem készültem külön David Fincherrel, de, de a, szóval, hogy a, szerintem a top 10 legfontosabb kortárs rendezők között egyébként ott van, miközben ez egy, ez egy, nem rossz film, de nem ez a legjobb filmje, vagy szóval ennél ő rendezett sokkal jobb filmeket is. Én ezt inkább úgy képzelem, vagy úgy fogom föl, mint egy, mint egy jó iparos munkát, ahol kellett egy jó forgatókönyv mellé, egy jó rendező, egy karakteres rendező, mert itt igazából nem a Fincher itt a lényeg, szerintem azon az Aaron Sorkin. Akkor megláttam a nevét, akkor rögtön beugrott, hogy itt azért lesz azért ennél a filmnél nagyobb cím és nekem, hogy a harcosok klub meg a játszva nekem ez a kettő, ami, ami így rögtön mondtam, hogy oké, okay, már te engem megvettél más kérdés, hogy a filmed az majd milyen lesz. Nem tudom, Norbi, akarsz, -e David bá barátunkról pár szót ejteni, vagy mindent elmondtunk? Ö, nem, én teljes mértékben egyetértek veletek, nekem is az egyik, az egyik kedvenc rendezőm, úgyhogy ott van, ott van a. a, a, a azok közül, aki, hogyha egy új film bejelent, minimum, minimum egy előzetesét meg megnézem, de legtöbbször magát a filmet is, tehát, hogy majdhogy nem mindent tőle. De az is nagyon igaz, igen, hogy Aaron Sorkin írónak a munkája, hogy az ő forgatókönyvéből készült a film, többek között, mint az elnök emberei, ugye az már azért nem, nem, mai anyag, onnan is ismerhetjük, és, és a hatás azért nagyon érződik. Szóval, amit tetted, Gergő, hogy nyolc jelölésből 3-at behúzott, húztak, egy többek közt a legjobb vágás, és ez szerintem teljesen megérdemelte a film. Tehát a tempója, a vágások, az elétől a végig engem legalábbis lebilincsált. És annyiban vitatkoznék Áronnal, hogy ez szerintem még a mai napig is friss, szerintem nem öregedett, én ezt nem vettem észre a filmem, ugyanolyan, ugyanolyan jó élmény volt megtekinteni, mint 14 évvel ezelőtt. És lehet, lehet, hogy Fincher rendezett már jobbat, de ez is ott van nagyon, nagyon szerintem, a, a, a top 3-ba szerintem simán be tud férni tőle, és a mai napig is a film az, az totál megállja a helyét. Az íróról már a zenét, ugye az a Trent Reznor rendezte, a zenét a szerezte, aki a Nine Inch zenekar, ugye egy személyes zenekar is összehozta, és ő is nagyon-nagyon jó zenéket szokott szerezni, ez a filmhez is ugyanígy tett, és a színészek, azok megint ott voltak, szóval nyilván nem ismerem, és nem is biztos, hogy az volt itt a cél, hogy a lehető legpontosabban lemásolják ezeket a karaktereket, mondjuk ezek a mai napig élő személyekről van szó. De amit hoztak Jesse Eisenbergtől kezdve a Garfieldig, mindegyik, mindenki szerintem, szerintem Lubick volt a szerepbe, az, az adott szerepébe, és tényleg még egyszer az, hogy, hogy a tempója a filmnek és a vágás az, ami hibátlan, és viszi végig a nézőt az elétől a, a végéig. Szinte nincs is üres járat a filmben, pedig ugye itt nem egy, nem egy akciókalandról beszélünk. Ha mond, említetted a zenét, én azt hiszem, most ez nem vagyok biztos, hogy emlékszem, hogy a zene is kapott Oscar díjat egyébként. Igen. A, tehát, hogyha ha már mondtad, akkor már így kiemelted. És ha már így bedobtad a színészeket, meg a szereplőket, akkor kicsit menjünk is rá, és egy kis szinkron is mellé, ugye ezt a Mafia Audio Kft. szinkron stúdiában szinkronizálták. Ugye, má, na most először is miért meg belekezdünk. Mark Zuckerberg, Zuckerberg, Zucker, tehát hogy, hogy hívjuk, jó? Mert ezer, ezerféle verziót hallani Magyarországon hogy hívjuk őt, és ha legyünk egységesek, legalább egységesen osztanak ki minket a kommentelők. Figyelj, én erre csak azt tudom mondani, hogy nekem volt egy kedvenc rádió adásom slash podcast sorozatom, amit a Nádasdi Ádám és a Kálmán László csináltak együtt, Szószátjár néven a Klubrádión, ahol rendszeresen, rendszeresen előjött, hogy a magyarok hogy ejtik ki a különféle külföldi neveket. A filmből látjuk, hogy Mark Zuckerberg nevét nem Zuckerbergnek mondják az amerikaiak, hiszen miért mondanák így? Hát nem németek az amerikaiak, hanem amerikaiak. Ők Zuckerbergnek mondják a, a filmben. Ettől nem jelenti azt, tehát ez még nem jelenti azt, hogy mi magyarok nem mondhatnánk magyarosan, mert a magyar nyelv kiejtésében ez, ez nagyon fura ez így, de tulajdonképpen ez van magyarosan ejtjük ki sokszor a külföldi neveket, és ezzel égatta a világon nincs semmi baj, mert egyszerűen ilyen a mi nyelvünk és a mi nyelv használatunk. Szóval én Nádasdi Ádámon és Kálmán Lászlón nevelkedtem én értelemben, simán mondom Mark Zuckerbergnek. Jó, csak mert azért, mert ugye most ugye főleg a Mészáros Lölőt és társait ugye ezért kikezdték annól, hogy ugye egy tehát volt itt mindenféle kiadás, de jó. A fe hát feri, maradjuk. Feribók, feribók Márk. Na, a nem Tsss, nincs jó, igen, nincs. őt a Jesse Eisenberg alakította, amit, akit már ugye Norbi is ö, említett, és őt Kovács Lehel szinkronizálta. Számomra ez egy kellemes meglepetés volt, mert én Kovács lehet ritkán hallom szinkronizálni, de én szerintem nagyon jó volt ehhez a szerephez. Nem tudom, hogy az áronpédia a Jesse eisenberg kapcsolatban bármit hozott nekünk, vagy ahogy, ö, ahogy, ahogy, a Norbi is mondta, hogy, hogy jók a színészek, de úgy, úgy nem Szerint térünk ki. Is, iszonyú a színészek, akkor oké, mondok egyet, Jesse Eisenbergről nagyon utálta azt a részét a szerepnek, hogy ő el kellett játszania azt, hogy milyen egy OCD-s ember, hiszen Mark Zuckerberg, és ez le is jön a, a vagy hát a képernyőről tényleg erősen OCD-s, miközben Jesse Eisenberg szintén ezzel küzdött, előtte, fiatal korában, gyerekkorában és fiatal felnőtt korában, és mire kijött ebből a dologból, meg egy nyilván sokat dolgozott magán, el kell játszani, és iszonyon utálta emiatt, tehát, hogy, mert hogy ez neki ugye relapsus veszély, tehát hogy visszaeső ö, eséssel járhat, szóval hogy ezért nem szerette, hogy neki egy ilyen szerepet kellett játszania. Erika Albright, akivel egy beszélgetés, gyakorlatilag vele indul a film, hogy egy kocsmában beszélgetnek, Runi Mara nevű színész játszotta, akit a Tetovált lányban láthattunk, és ő Csuha boris szinkronizálja. Nem tudom, hogy Runi Maráról bármi esetleg van. Igazából én nem nagyon találtam semmit, csak hát mégis. Lássuk be, ezért Erika Albrightnak, függetlenül attól, hogy nem sok szerepe volt ténylegesen a filmben, mégis elég sok szerepe volt már életében. Meg ugye az egész dolog onnan indult, hogy ugye ők összevesztek. Sőt, mi több ugye a film a közkedvelt keretes szerkezettel dolgozik, operál, ő vele indul, és ő, hát mondhatni, ő vele végződik és a történet, legalábbis ugye a filmnek a története, hogy ugye a legvégén azért a barát bejelölést azt elküldi neki, és utána megfrissíti az oldalt, hogy mikor, fog visszajelölni, mikor fogja visszajelölni, évekkel később a szakítás, és, a, és hát igen, a csúnya szakítás után. Úgyhogy ilyen szempontból neki, neki szerintem azért egy fontos szerepe van, attól függetlenül, hogy elég ilyen, ilyen sokat rangú mellékszereplőt játszik itt a, a, a két Rúni Mara, vagy két Mara? Rúni, Tesszük, Rúni, a Rúni, mara, igen, igen, Rúni mara, igen, Rúni igen. Mara, igen, Igen. tehát ilyen szempontból kicsit háttérbe szorul, de igen. Eduardo Severin, vagy Severin ugye a jó barát, akivel kezdi ezt a befektetést, vagy ezt az egész Facebookot, ez őt Andrew Garfield alakítja, akit már ugye Norbi, azt hiszem szóval te említetted, őt ugye a pókemberből ismerhetjük például, őt pedig Csőre Gábor szinkronizálta, és már át is adom a szót, mert itt már rögtön mennek a... <laughs> Igen, garfield kapcsolatban, igen, tehát nyilván a szélesek közönség, igen, a két, két pókember film, azóta már plusz egy, de teljesen mindegy. én viszont azt mondanám, hogy ha esetleg valaki látta a Scorsese-nek azt a talán egy picivel kevésbé híres filmet, hogy Némasság 2016-ból, ami egy teljesen más jellegű film, mint mondjuk akár a pókemberek, de a, social, a közösségi állóhoz képest is. ott szerintem, én legalábbis a filmek között, amit láttam Garfieldtól, ott ő a főszereplő, ott, ott nyújtotta szerintem eddig életének legjobb, legjobb, alakítását. Ez egy, ez, egy, ez egy kicsit történelmi, kicsit vallásos, kicsit ilyen önmagunk megtalálása történet, de nagyon-nagyon érdekfeszítő, szerintem szerintem azt is érdemes mindenkinek megnézni legalább egyszer, de az abba ott nagyon, nagyon jól hozta, és szerintem itt is, a, a social networkben is, ő volt a legjobb. Nekem, nekem az ő játéka tetszett jobban. Ez embernek egy kicsit, kicsit ilyen visszafogottabb, hogy mondtátok, ilyen kicsit ilyen ocd és befordulósabb karakter, ter jutott Zuckerberg személyében, de szerintem Garfieldnak a színészi játéka ő, ő volt a legjobb az összes színész közül. Olyannyira, hogy egyébként Garfield ö, eredetileg már Zuckerberg szerepére ö, ment a meghallgatásra, de Fitchner végig is úgy gondolta, hogy túl jó lett volna erre a szerepre, és felelt neki egy másik szerepet, amit ő el is fogadott, és állítólag Eisenberg és Garfield nagyon jó barátok lettek ö, a forgatás során. Tehát, hogy ennyire jó. Ezért nagyon nagyon úgy tűnik, hogy tényleg átjött neked ez a dolog. Gergő, bennem van annyi OCD, hogy mindenképpen fölhívjam a figyelmedet rá, mert meg fogjuk kapni a hallgatóktól is. Szóval David Fincher. Fincher. Finchner, mert tényleg nekem is ilyen kal kalapál az én fejembe az OCD ilyenkor, és minden egyes alkalom, hogy ütsz rá egy kalapáccsal. De ezt örömmel teszem, mondjuk ezt teszem hozzá. Már megéri. De nem mondom többet a nevét, helyette viszont Sean Parker nevét mondjuk, aki szintén ugye majd fontos szerepet játszik a filmben, őt Justin Timberlake alakítja, és őt Géci Zoltán szinkronizálja. Hát most én nem tudom, hogy Justin timberlake kell-e bármit mondanom, vagy mondani? Én azért annyit mondanék, hogy nem ez az első film szerepe. És az egyik első film szerepe az, az Alfadok című volt, 2000... 5-6 környékén, és már akkor fantasztikus volt, és a csávóban, tehát ő akkor már nagy popstar volt 2000-es évek közepén, és az, hogy ő, ő átváltott filmszínész szetre is, és kiderült, hogy elképesztően jó és tehetséges benne, szóval, hogy itt is hozzá ezt, szóval szerintem tökéletes választás volt e erre a szerepre, ugye Sean Parker, az a net, net na, Napster. Napsternek az alapítója, bocsánat, Napster, elnézést. Ez a Napster alapítója, és, és uh, szerintem fantasztikusan hozzá egy, egyébként. Hát olyannyira, hogy azt mondják, bocsánat, hogy hogy neki is kellett volna Oscar jelölés kapnia. Mm, ebben az utóbbiben nem vagyok annyira biztos, de... É, nem én, nem én mondtam. É, melyebb, én értem, értem, értem. De minden mindesetre igen, az igaz, mindig egy kicsit um, egy-két egy lépéssel távol... Hogy is szokták ezt mondani? Kicsit távolra szoktam mindig azt figyelni, amikor mondjuk egy zenészből lesz színész, vagy vice versa. Szóval amikor ugye teljesen más szakmába kipróbálják magukat, mert általában uh, a kezdeti lelkesedés abba szokott hagyni. Most Timberlake-nél ugye ez nincsen, mert az, azóta is fellelhető ő, ő, ő filmekben, főszereplő főszerepeket is kapott ezután a film után, Ö, és tényleg nem rossz, nem rossz, és azt, azt ugye ne, nyilván megint ott járunk, hogy nem ismerem, nem tudom, hogy ő milyen, de ezt a típusú karaktert, ezt a, ezt a, a bőröd alá bekúszó <laughs> genya kis karaktert, ezt, ezt, tényleg, ezt nagy... -genyó ezt erős. A genyó erős, a erős. Hát erős, a genya erős szerintem. A genya erős? Szerintem hát kis életművész. Mm, igen. Mert ugye nincs pénzem, meg, mert azt mondja, hogy csóró vagyok, de azért, de azért közben meg nagyon burzsúly helyekre járok, meg minden tény is való, tény is való, hogy amit a Nepsterre, ugye letett annó, és az egész úgymond zenei szakmát alapjaiban változtatta meg, az egy hatalmas dobása, és akkor nyilván utána sok-sok-sok jogi következménye meg is volt, de utána, legalábbis a film alapján, utána már igen ez a kicsit ez az életművész, hogy akkor próbáljuk meg azt a hullámunkat meglovagolni, és akkor valami bejön, valami nem. Én nem vagyok én a szakértője ennek a csávónak, de azt azért viszont lehet tudni, hogy miután vagy miközben még benne volt a Facebookban néhány százalékig, ma már nincs benne azt hiszem. Közben ő volt az, aki a Spotify-t fölfedezte. A Spotify az van norvég vagy svéd, tehát hogy, hogy valami skandináv startup volt, kicsi, és ő kereste meg őket, és utána szálltak be Amerikából. 15 millió dollárral, többek között Sean Parker is, és ők fejlesztették föl azzá, ami ma a Spotify. Szóval azért, tehát hogy a csávó Csak van, ami üzleti vénája Igen, azért tehát, csak, hogy a Chavo, annál több, mint hogy kicsit genya legyen, meg ilyen simlis, ügy, ügyes, ízé. ennél Valószínűleg azért sokkal több, miközben ő, ő, ő valószínűleg az echte underground szcénából jön, tehát hogy tényleg egy tizen éves srácként, a Napsterként ő azt akart, hogy lehessen számokat csereperelni, szóval ő tényleg ebből, a, ebből a, az underground szcénából jön. Szóval érdekes, és azóta is nagyon sok különféle diversifikált befektetése van, ezt így kell mondani. Hát, hogy mennyivel több, azt nem tudom, de akkor a winklevoss okból viszont több van, mert hogy Cameron Winklevoss és Tyler Winklevoss, ugye két szereplő, és ők ez érdekesek, mert mind a két szerepet Army Hammer alakítja, aki Simon Cornél szinkronizálja mindkét karaktert. Na most azt tudni kell, hogy ugye itt most nem összefényképezték gyakorlatilag Army Hammert, hanem a Winklevoss testvérek mindkét tagját ugye Hammer alakította, de egyikük egy modell, Josh Pence keltette életre. Fejtől, nyaktól, lefe le, lefelé. lefelé. És utána digitálisan ugye megoldották ezt. És hogy te gyakorlatilag két színész játsza, de, 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 végül is Army Hammer arca kerül mindkét színészre, és állítólag ők még ketten valami ikertáborban is voltak ez a két színész, hogy egymás mozgását jobban eltanulják, hogy még jobban hasonlítsanak egymásra. Ez az a csávó, aki, akivel ilyen Hát ilyen elég csúnya botrányok vannak most Hollywoodban, hogy, hogy, mi van, hogy kanibál, vagy mi, mi a sztori? Emlékeztek valami ilyen erre? Ilyen igen, és azóta, hát nem is tudom, hogy teljesen, de így a, a cancel azt ő is megkapta azóta már, nem, nem nagyon pont ezek miatt a vádak. Ez a Army Hammer? Igen, igen, igen. igen, igen. A, a megint, akkor úgy látszik, hogy a kő alá se jött. Be. Nem, de valami <laughs> ilyesmi a sztori, igen, majd a hallgatóim majd ki, ki minket, de hogy tehát nem, nem klasszik, tehát nem az a kanibális sztori van mögött, hogy valakit legyilkolt, berakta a hűtőbe, és te tehát nem ez, de valami, valami kanibalistikus sztori, tehát és ilyen nagyon súlyos az egész, tehát hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki meg, megvádolta, hogy a taxiban megfogta egy, egy lány combját, nem akarom lekisebb, tehát hogy nem akarom kicsinyelni ezt a, ezeket a mitús dolgokat, mert szerintem tök fontos a mitú, de hogy itt nem erről van szó, hanem tényleg gázosnak tűnik a csávó állítólag, szóval hogy tényleg, hogy ez az a, ez az a színész, itt még fiatal a karrierje elején van és kétszer is látjuk a Viszont fejét. ti ismertek ezt a Ö, Iker ikerpárti? Erről hallottatok valamit előtte? Most utána néztetek, hogy kik ezek egyébként? Fú, ez egy nagyon izgalmas sztori, és én ezt nem, ne, nem azért tudom, mert, mert most ennek utána néztem, ők tényleg olyanok, hogy mindenfélébe belefektetnek, mert tényleg gazdag családból származnak, de igazából akkor törtek ki, vagy föl, vagy nem is tudom, akkor lett nagy karrierjük, amikor a nagyon az elején a kripto hype-nak, tehát valamikor a 2010-es évek, legelején ugye a bitcoin 2008-ba talán, vagy 7-ben programozták le egy, egy Nakamura nevű csávó, akiről azóta, se lehet tudni, hogy kicsoda, és a, ez a testvérpár nagyon-nagyon hamar vett iszonyú sok bitcoint és emiatt néhány éven belül a, a gyakorlatilag a dollár milliárdosokká váltak, hiszen nagyon be, be rom, ez a, a bitcoin árfolyamja, és onnantól kezdve ők gyakorlatilag a 2010-es évek közepétől végétől kezdve a Winkler Ross testvérek kriptopápáknak számítanak, elképesztő sok kriptoprojektbe szálltak bele, saját venture capitaljuk van, Buktak is egy csomó pénzt nyilván, ahogy hullámzik a mindenféle kriptónak az árfolyama, szóval egy nagyon érdekes befektető párossán nőtte ki maguk, magát ez a, ez a testvérpáros. Szóval ugye ténylegesen alanyi jogon is nagyon gazdag befektetők váltak azóta. Nem csak családból, hanem a múlt. Családból is, igen, és utána meg maguktól is, mert, mert valahogyan beletenyereltek ebbe a bitcoin dologba. Akkor az továbbra is fennáll, hogy pénzből lehet pénzt csinálni. Igen. Ezt a feleségem is mondogatja nekem. Igen. Már csak találni kéne. Hogy ugye, ugye csinálni. az eredetit kéne találni, az eredeti tőke meg kell találni itthon. És akkor még egy szereplőt még emeljünk ki, ez a Divya Narendra, aki ugye ennek a Winklevoss testvéreknek ugye a gyakorlatilag az üzleti partnere, őt Max Minghella, vagy Minghella alakítja, akit a Szolgálalány Meséje című filmben is, a sorozatban is láthattunk elég sokat, őt Hamvas Dániel szinkronizálja, nem tudom, hogy róla van-e bármi érdekesség így első körben, mert ő, ő azon kívül, hogy pereljünk, pereljünk, pereljünk. Én keresem, de nem vagyok benne biztos, hogy nem ő volt, ki a beatles os filmben játszott a srác, de nem is fontos, meg nem is lényeges a Yesterday című filmbe, de lehet, hogy nem ő volt. Jó, minden esetre miatt még a tegnapra megyünk. Ugye általában össze szoktuk foglalni, hogy miről szólnak a filmek, amikről beszélünk. Na most ez, ezt a filmet nehéz összefoglalni, hogy miről szól, de megpróbálkoztok vele valamikor. Hát a, a Facebookról nem. Igen, de hogy... De <laughs> Szerintem meg nem. <laughs> hát ez az. Igen. Igen, ne, egyet értek, persze, persze, Gyakorlatilag, hogyha valaki nem látta ezt a filmet, egy pár mondatban, hogyha... Ha... Jó, én, én összefoglalom a saját szavaimmal, hogy én mit gondolok erről, hogy ez miről szól. Ne, nem, 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 nem csak, hogy mit gondoljon, legyen benne tárgyilagoság Nem, Ne, ne tárgyi. is. világos, világos. Hát a, a, a film onnan indul, hogy van néhány, ugye ők egyetemisták tulajdonképpen, college-ra járnak. Hát nem is akármelyikre. Nem is akármelyikre, hanem a Harvardra, igen. És hát zajlik a mindennapi élet, de ezek igazából eléggé geekek, És jó, van a főszereplőnk, a Mark Zuckerberg. Aki hát egy ilyen magába forduló, OCD és kényszeres, a, 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 mint a körülötte lévőkkel nehezen találja meg a hangot, és egy saját világban él, ezt nem hangsúlyozza túl a film, ez fontos, hogy ő egy srác, mint ahogy elég sokan azon a Kalidzsán, és nem követjük azt, hogy mi történik az egyetemen, hanem azt követjük, hogy itt pár ember kitalál egy közösségi hálót egészen pontosan a Winklow Voss testvérek kitalálnak egy közösségi hálót, ami az egyetemistákra fókuszálna, és keresnek programozót, mert a korábbiak leléptek, meg nem csinálják meg, stb. Itt találkoznak Zuckerberggel, de hát az a gond, hogy miközben Zuckerberg hitegeti őket heteken, hónapokon keresztül e hogy majd mindjárt neki fog, majd mindjárt fog a programozásnak, a közben ő lefejleszti a Facebook első verzióját, és utána követjük egészen addig a startupot, amíg ö, lényegében kitúrja a Garfield által játszott pénzügyi vezetőt a, a cégből és menetkező megérkezik a Napster alapító illetőleg van még egy, egy a film legeslegelején egy nagyon rövid közjáték hogy ő egyébként egy ilyen programozó zseni aki még egyszerre blogol, iszik és ö, csak brahiból összerak egy olyan egyetemi weboldalt, ahol csajokat összehasonlítgatnak szóval eléggé tehát a mitú előtti korszakról beszélünk ahol ez még elment, ma már nem menne el Szóval erről szól tulajdonképpen a film, hogy egy, egy néhány egyetemista a nulláról kitalál valamit, és ö, hogyan történik az, hogy egymás hátbaszúrása után végül is egymillió ember már, ö, tehát egymillió regisztráltja van, és egy, egy feltörekvő startupként működik palóaltóban. Tehát ezt az időszakot öleli föl, és szerintem ugye nem erről szól, hanem emberi drámáról szól, de itt gondolom Norbi átveszi a fonalat. Há, nagyon profik vagyunk. Igen, én Éron Sorkin, ugye az írónak a, az egyik interjújából szeretnék, vagyis hát inkább az ő szavait hoztam. Amúgy az nem tudom, megvan-e, hogy ő kameózik a filmben. Igen. Akkor, de akkor azért még a nézzük neked is hallgatunk, elmondom, hogy a jelenet, amikor ugye már befektetőket keresnek, és hát már ott ül ugye a, a, az anyósülésen, és ott is ő, ott vannak ezzel a megbeszélésen, és ezt a nagyon furcsa nem tudom, milyen hangot ad ki, ez, ez biztos jó lesz vágni, e, és hát felidegesíti a, 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 az egyik befektető potenciális partnert, Na, hát azt, azt ő játsza pedig, hát ő nem, nem, egy színész, tehát hogy csak egy klasszikus író, ne, ne, visszakenyarodva, zárója bezár. Szóval igen, ő is úgy nyilatkozott rá, hogy ez a film, tehát konkrétan a Facebookhoz vajni kevés köze van, Nyilván annak az elindulásának az éveiről szól, de hogy ezek a klasszikus témák, konkrétan a, a legrégebbi a sztorik, barátság, lojalitás, féltékenység, hatalom, ezek, ezek, ezek körül mozog a, a dolog, és hát nyilván azt figyelhetjük meg, hogy a karakterek honnan és hova jutnak el, hogy az egy, az egy felfelé ívelő pálya, tehát hogy valahova, valahova, előre, előre tudnak haladni a személyiségek, illetően vagy egy kört tesznek meg, és ugyanarra érkeznek vissza, onnan elindultak a film elején. És erre a szorkének megvan a válasza a szorként, tehát a forgatókönyvíró válasza az, hogy egy kört tesznek meg az emberek, nagyon nincs fejlődés, konfliktusok vannak, azok valahogy megoldódnak, például a film esetében látjuk, hogy peren kívül egyességgel oldódik meg a konfliktusok egy része, más része meg nem oldódik meg, mert ugyanúgy fennáll. Most ugye a film ugye a kocsma jelenettel indul, ahol ugye Erika és Márk ugye gyakorlatilag beszélgetnek, és hogy ott elég sok mindent talán felvázolnak nekünk. Alapból ugye Márk Zuckerberg egy elég antipatikus képben tűnik fel, hiszen okoskodik, eléggé lekezelően beszél a, a hát barátnője vagy ne, akkor utána már ex-barátnőjével, ugye Erika ki is akad ezen. Viszont ott azért vannak ilyen utalások, ugye minden ez a klubba való bekerülés ö, a szempont, ugye főleg az akkori egyetemeken is, hogy mindenki klubokba akar bekerülni és előre menni. És ugye Márk karakterével az volt az érdekes, hogy őt minden csak nem a pénz motiválja. Tehát nagyon sok mindenkit az motivál, hogy pénz legyen, hogy mit tudom én, és őt, őt ez nem, nem, nem a pénz érdekli, hanem, hanem egyszerűen röviden ő, ő, létre akar hozni valamit, és ugye itt már alapból van egy utalás, hogy minden a kapcsolatokon múlik, ugye utal később akár arra, hogy, hogy online kapcsolatok, mert ugye itt arról is van szó, hogy ezek a kocsmábők azért lettnek benne, mert hogy Erika ismeri a kidobó fiú, tehát hogy itt, itt, már vannak ilyen utalások erre az egészre, és aztán végül ugye egy szakításba torkolik ez a beszélgetés, a vita, nem tudom, minek lehet ezt nevezni. De ennek a, ez a rész már egy, egy, egy bevezetés ennek, hogy mivel fogunk találkozni. Figyelj, ez is szerintem forgatókönyv és szorkénnak a zsenetását bizonyítja a, a, a nyitójelent a filmnek, hiszen nagyon röviden, nagyon gyorsan és nagyon alaposan meg tudjuk ismerni ugye a főszereplőnket. Látjuk, hogy egy intelligens emberről van szó, de azt is látjuk egy kis idő után, hogy azért nagyon bizonytalan. Tehát megvannak a céljai és azon dolgozik, hogy ez hogyan tudja elérni. Nagyon hamar ő is rájön, hogy, hogy, a, hogy az elit elitjébe bekerülni, oda ugye már nem lesz elég az, hogy valaki kitűnő, hogy valaki nagyon okos, hanem azt a valami kis plusz hozzá kell tenni, hogy ugye ezekben a klubban, ez az exkluzív helyekre tartozni tudjon. Szerintem végig ez a, 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 filmnek ez az aspektus, aki kicsit ki nem mondva, hogy ő, hogy nagyon szeretne ugye nyilván valóban tartozni, vagy olyan típusú barátságot, emberi kapcsolatokat kialakítani, amire hát egész addig élete során vágyott. Hogy ott van neki, úgymond, hogyha, hogyha, a filmből indulunk ki, az egy szál jó, igaz barátja, ugye az Andrew, Andrew Garfield által alakított Eduardo, Eduardo tökéletes példáját láthatjuk ugye a film során, hogy hogyan indulunk el onnan, hogy ők ugye legjobb barátok, és ugye üzletársakká is ö, válnak már a film korai szakaszába, egészen addig, hogy hát per, egy, egymás perelik. Hát igen, mert már lényegében kifúrja a cégből Eduardot, ezt így ki lehet mondani. Áron, ugye, hogy összefoglaltad, ugye ezután a szakítás után, ugye a saját blogján, ezen a bizonyos Live journalon, Erikát szidalmazza, stb. stb. Ugye itt, is, itt azért van egy üzenete már akkor is, amit ma is, a mai napig ugye láthatunk, hogy amit egyszer ugye kiírtál az internetre, az ott maradt, tehát hiába kérsz elnézést, vagy bármi, ugye hát a csaj ugye eléggé berágott ezen, hogy ott le lett. Hát mindenféle kellemes szavakkal és egyéb dolgokkal. Ha igen? jól emlékszek, Tyler Durden felhasználói néven írt erre valóra, ugye? Igen, igen, harcosok itt klubjára. volt egy utalás a harcosok klubjára, ez így van, Tyler Durden, az ott volt és az a bizonyos lányok fotóinak összehasonlításnak ötlet az a FaceMesh nevű alkalmazás, ugye egy hatalmas, vagy weboldal, egy hatalmas siker lett ugye az egyetemen belül, ugye négy óra alatt gyakorlatilag valami 22 ezer látogatott, mennyit generált, és ugye innen indult a, a, az egész film, hogy, hogy akkor vesszük észre, hogy mi nem valós időben látjuk az eseményeket, hanem visszaemlékezéseket látunk, hiszen itt egy tárgyalásba, meg mindenféle tárgyalásokba kapcsolódunk, ahol már megtudjuk, hogy itt bizony emberek egymás perlik valami miatt. És ugye ilyenkor már folyamatosan ö, visszaemlékezünk bizonyos helyzetekre. Mint például ugye arra is, hogy amikor ö, ezek a, ez a Winklevoss testvérek, illetve ez a Narendra, ugye be akarják szervezni ebbe, a, amit Ám is mondott a saját kis bizniszükbe, ugye Márkot, ez a Hardware Connection ötlete, ami gyakorlatilag csak az egyetemen belüli digitális kapcsolatépítésről szól. És ugye itt már tudjuk, hogy, hogy köztük már egy ellentét lesz, mert egy -e tárgyaláson látjuk. Ez is igazából a filmnek a, 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 vágása mutatja, hogy olyan jól van összerakva, hogy ez a két időség, olyan dinamikusan, feszesen van vágva, és olyan jól reflektál a múlt. Ugye nem is tudom, a PER az pontosan, hogy ez mikor, hány év különbség van, három vagy négy év különbség lehet, tehát lehet, hogy több is, ebben nem vagyok biztos, a film eseményei között és a PER között. Ez egy pillanatra sem akasztja meg szerintem a nézőt, tehát teljesen simán bele, belefekszik a, a történeti évbe, attól függetlenül, hogy nagyon sokszor igen, kitekintünk, ki, ki, ki és ugye ráadásul kettő különböző per fut párhuzamosan, ugye ezt meg is említi Márk a, a, film során, hogy nem tudom, szerintem ott csak nyilván azt tetteti, hogy összezavarodott, tehát ez is csak egy ilyen kis fricska, hogy hát most egyszerre kettő, ketten perelnek, és akkor még ott van a, 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 a múlt is, úgymond. Hát igen, hogy a Winkelvoss testvérek is perelik, illetve ugye Eduardo a, a, az egykori barát is perli. Mert ugye a Winkelvoss testvérek ugye az ötlet ellopásáért perelik, hogy ugye a The Facebook, mert eredetileg ugye ez volt a neve, az gyakorlatilag a Wünkelwosz testvérek Hardware Connection ötletéből származik, Eduardo pedig azért pereli őt, mert hát ő volt ugye a gazdasági igazgatója, kezdve azzal, hogy tőle kért azt hiszem ezer dollárt az induláshoz. Tehát innen indult a dolog, és aztán egyszer csak szépen egy idő után ugye őt kitúlja. Ez egy nagyon érdekes része a filmnek, és nem biztos, hogy első nézésre ez feltűnik, nekem is csak, nem tudom, a hanyagyára láttam ezt a film, szerintem háromszor már biztosan, és itt még a Sean Parker karakterét hoznám be, de azt is, amit most említette Gerg, hogy a szerződést, ugye, amit aláír Eduardo, amikor még őt nem sejti. Az első jelenetben, amikor felébred a, Dakota Johnsonnal a átbulizott éjszaka után, az első jelenet, amiben közösen az étteremben vannak. Márka, Eduardo barátnője is ott van, meg ugye Sean Parker. És ugye legvégén, hogyha akkor őt ugye, hogy, hogy, jelenik meg ugye előttük? Ugye Eduardo számra nagyon visszataszító, ilyen fenhéjázó, parti, buli van, persze, csináljuk, nagyon ilyen, nagyon ilyen számára visszataszító. már pedig konkrétan az a, úristen, úristen, te, te, vagy Odáig az Isten. Vagy meg vissza. Igen. És ugye addigra már a Napster mögötte van, meg még egy-két ilyen jogi botrány mögötte van, egy-két befúcsolt biznisz mögötte van, és amikor um, hozzák a számlát, és mondjuk persze, hogy ő állja, a szemögét felveszi, és végig fut, futta a szeme a, a, számlán, hogy mit is fog ő aláírni. Uh -huh. Ő már nem először életébe fut bele, gondolom, milyen problémába, vagy hasonlóba. És ugye ez az, amit Eduardo majd később még hát, benéz. Benéz, úgyhogy, hát, egy ilyen nagyon, nagyon magvas tanulságot levonhatunk a filmből akkor mindig olvassuk el, amit aláírunk. Igen. Itt azért itt feltenném a kérdést nektek, hogy szerintetek, mert ugye itt az egyik gyakorlatilag per, vagy per, pernek az az alapja, hogy a Facebook ötletét gyakorlatilag a testvérek, a Winklevoss testvérek projektjéből másolta. Szerintetek ez mennyire igaz? Tehát, hogy mennyire jogos ez most így tök függetlenül mindentől? Tehát, hogy látunk valamit, hogy a winklevoss volt egy ötletük, és gyakorlatilag a már egy csomó mindent ezen módosított. Tehát, hogy ez, ez tényleg úgy, úgy, ez így érezhető, hogy lenyúlta őket? szerintem... Túl azon, hogy átvert őket, bocsánat, túl azon, hogy átvert őket, ugye azzal, hogy fontosan az a hitegető, hogy csinálom az oldalt, meg stb. és közben meg a sajátját csinálta. Tehát ezt a részét engedjük el, mert ez tényleg görénység volt. De hogy maga, maga az egész kiindulás jogos, hogy tényleg lenyúlta őket? Igen, ez, szerintem ez, ez, ez a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb kérdés ebben a filmben, miközben igazából persze nem is erről szól, hanem, emberekről szól, meg, meg amikről beszéltetek, hátbaszúrásról, meg ilyenekről szól. De én pont emiatt ö, érzem azt, hogy az én számomra ez nem öregedett jól. Én arra gondolok, hogy 2010-ben, vagy ha hát 11 éve elején, amikor én láttam, ez egy iszonyú izgalmas, nagyon hot topik volt. Ú, a Facebookról csinálnak filmet, akkor ez, akkor egy-két évvel előtte robbant be Magyarországra, inkább csak egy, vagy, nem, vagy ilyesmi, szóval tényleg ez egy nagyon új dolog volt. Most meg rengeteg illúziónk Vagyunk túl, 14 éves már maga a film. Ez azt mondja, hogy a Facebook szerintem 20 fölött van, a, a, amióta ez itt van velünk, és most már az összes árnyoldalát látjuk a Facebooknak. 2010-ben nem gondoltuk még, hogy mennyire fogja átalakítani a, akár a társadalmat is. Nem csak a Facebook, hanem maga a közösségi média, és mennyire sok veszélye van, és milyen komoly káros hatásai vannak a közösségi médiának. És én éppen miatt. bevetném, hogy erről már készít. A igen, igen, így van, így sárgat. van. Nyugodtan a médiazabálók részét meghallgatják. Így van, és én e emiatt. Én nekem már más a szemüvegem, és ezért mondom, hogy ez lehet, hogy ország nem is a film hibája. tehát nem a film, igazából igazad van, nem a Norbi, nem a film üregedett rosszul, hanem én üregedettem rosszul. Tehát, hogy én má, má, más szemüvegen keresztül nézem most már ezt a filmet. Én, én egy sima startup storynak látom. Ugyanis a startupokban ez tök mindennapos hogy van, aki nem olvasja el a szerződést, és emiatt ö, ö, utólag megbánja, és akár kipenderítik, akár nagyon rossz feltételekkel tudja otthagyni, vagy nem tud belőle időben exitálni. Az exit az, jelenti, hogy eladod a, egy nagyobb befektetőnek a részvénycsomagodat, és akkor egyébként jól kiszálltál, mert, mert ugye fölvásárolták, hogy, hogy kiderül menet közben a startupok életében, hogy azok az alapítók, akik egyébként megegyeztek, hogy ki lesz a pénzügyi vezető, ki lesz az operatív vezető, ki lesz a stratégiai vezető, ki lesz a technikai vezető, hogy ezek nem alkalmasak arra, csapatba dolgozzanak, kiderül, hogy a befektetők más szemüvegeken keresztül nézik a céget, mint az alapítók, hogy más a célja. Szóval egy csomó minden tök más, hogy működik ez startup világban, mint amilyen szokva vagyunk, és, és, és ebbe, ebbe a filmben igazából semmi különös nem történik, sőt, nekem megdöbbentő, hogyha igaz, és erre majd mindjárt hozok zárójelbe, szóval, hogyha igaz, hogy például a pénzügyi vezető nincs ott napi szinten, mert ő New Yorkban kecsöl, értem, hogy reklámokat akar fölhajtani, de hogy nincs ott, és ő arra megy haza fél évvel később Palualtóba, hogy ő egy tök más cég irodájába be bejön, akik Értett, tele van, 50 ember dolgozik, vagy 100 ember dolgozik a Facebookba, és akkor jön haza a pénzügyi igazgató, akkor az nem pénzügyi igazgató. Tehát akkor az a akkor az valóságban nem ő az, aki a pénzügyeket irányítja a Facebookba. Tehát, hogyha ez valóban így történt, akkor egyébként elképesztő nagy hibákat vétett maga az Eduardo azon túl, hogy nem olvasta el a szerződést. Tehát azon túl is ez nem így működik a startup világban, vagy ha így működik, akkor ne csodálkozol rajta, hogy a, a Peter Thiel, aki, aki szintén valós személy, szóval ha ezek a befektetők egyébként kipenderítik, mert azt mondják, hogy nincs hozzáadott értéke. A befektetők nem nem ötletet vásárolnak, még csak nem is programkódot vásárolnak, a befektetők mindig csapatot vásárolnak. És hogyha abban a csapatban nem volt benne az Eduardo, mert valahol nyújróba kecsöl, akkor ők nem az eduardo fektettek bele, hanem Mark Zuckerbergbe fektettek bele, meg Sean Parkerbe fektettek bele. Szóval én ezt, én ezt egy ilyen szemüvegen keresztül nézem, és, 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 tök mást adott most, mint, mint 2010-ben, 11 ben Úgyhogy ja, mi volt az eredeti kérdésed? mert Hát az, hogy jogos-e, val... ez, ez És Igen, ez, ez szerintem, igen. Szóval az van, hogy például programkódot nem lehet lévédetni Programkódért... De itt, itt várjál, tudom, várjál, várjál, ne, 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 várjál. ne, ne a programkód, tudom, tehát az tudom, ötletről igen. beszélünk, a programkód biztos, hogy nem kopi. A, a, ha, Maga az ötlet ha, itt, arról szól tudom, a story. Ha programkódot talál egyik hely a másik helyében, vagy az egy egyik webhely használ egy másik webhelyt tisztán, akkor azt perelni lehet, semmi más nem lehet perelni, mert az, hogy leprogramozott, hogy regisztráció, vagy leprogramozott, hogy profilok, vagy leprogramozott, hogy kapcsolatok, szóval ez, 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 nem peresíthető. Az ötlet önmagában szintén nem peresíthető, mert addigra már sok száz közösségi felület volt. A, a filmben is elhangzik a MySpace neve, de még számtalan ilyen volt. Szóval maga az ötlet sem. A Winkelvosszék azt perelték, a, azt képzelem, azt perelték, hogy, hogy miután ők pitchelték a Mark Zuckerbergnek, hogy miről szóljon, hogy egyetemi hálózat, és itt az egyetem a lényeg, és klub, és zárt klub, azt csinálta meg utána, csak ugye a, a Mark Zuckerbergék nagyon gyorsan kinyitották, rögtön elindultak három egyetemen, majd ötven egyetemen, majd most már utána Nagy-Britanniában, és az ottani egyetemi világban, tehát hogy nagyon gyorsan túlnövekedték ezt az, ezt az egyetemi világot, és szerintem a Winkelvosszéknak ott volt igazságuk, és valószínűleg ezért is tudtak megegyezni perenkívül, mert rengeteg pénzt fizetett ki valóban Zuckerberg a, a szikreknek, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egy sima közösségi háló, hanem egy olyan, ami exkluzív, klubtagság, és az egyetemi világban indul el. És ott már valószínűleg jogilag ez megállta a helyét. Utólag azt mondom, hogy igen, tehát van benne valami szerintem, és az ötlet ö, ilyen szempontból, ma elmondhatjuk, hogy ellopta, nagyon csúnya szóval. Már csak azért is, mert igen, ott volt a, ott volt a, a peres megegyezés, és az a sok millió dolláros kártérítés. Szerintem ez valamilyen szempontból <coughs> ezt miatt ez kijelenthető. Annyiban nem tudom biztosra, igazából szerintem a film is egy picit ö, direkt, direkt, tart ö, ebbe, ebbe az állapotba, hogy nem mondja ki teljes mértékben, hogy igen, vagy nem. Így talán egy kicsit így a nézőre bízza, de viszont ez a de viszont szófordulat, hogy én igazából, és ezt már többször említettük így vagy úgy, hogy ez nem is igazából a Facebookról szól ez a film, és nekem számomra sem ez a, a legfontosabb központi kérdése, bár, bár nyilván, nyilván technikailag ez is, ez is azért egy fontos dolog, és hát nyilván később per, stb., hanem sokkal inkább a, a márknak úgymond a karakterfejlődése. Ugye nagyon érdekes, és most egy kicsit akkor ilyen motivumokba szeretném ezt így el, elmondani, hogy, hogy én hogy látom, hogy a Mark központi karaktere megvan, és akkor ugye ott van mellette nyilván a legjobb barátja, Eduardo, aki ebben a történetben, és akkor még ezt hozzátenném, azért ez nem feltétlenül egy 100 pontos, tűpontos dokumentumfilm, szóval a szereplők is, le, nem a szereplők, bocsánat, a valós személyek is lenyilatkozták, hogy azért ez egy nagyon erősen túl dramatizált verziója, és hát igen, de azért, na szóval nyilván... Hát álltak azt mondta, hogy gyakorlatilag a sztori az nagyon sok helyen sánt, de legalább a ruhát az öltözködést eltalálták. Na, igen, hát, ennél igen. rosszabb a helyzet, bocsánat, bocsánat, ez... akkor ha már itt tartunk, bocs, hogy majd folytasd Norbi, de hogy ennél rosszabb a helyzet. Tehát az Aaron Sorkin egy könyvből írta ezt a forgatókönyvet. A könyvnek az a címe, hogy accidental billionaires, vagyis hogy véletlenül milliárdosokká váltak. Tehát KBS ez, ez, a, ez a címe. Ez egy tényregény, de aki írta egy bizonyos Ben Mezrich, senkivel nem tudott beszélni azok közül, akik itt a főszereplők. senki nem adott hozzá anyagot, hanem azokkal sikerült beszélnie, akik ezekkel az emberekkel ugyanebben az időpontban Harvardon ott éltek, és oda jártak, ugyanabba a kalicsba jártak, illetőleg hát kollégiumban laktak, szóval, hogy, hogy meg néhány Facebookból, tehát a cégből kilépett volt dolgozóval. Tehát így rakott össze valami fajta képet. Ez, ez azért ez, ér, érezzük, Én, én úgy fogom ez... fel, hogy ez egy lehetséges igen. változata a történeteknek, legalábbis bizonyos nézőpontból. És igen, igazából csak arra akartam ki, kiukadni, igen, hogy Tehát ott van a már karakterünk, ott van a legjobb barátja Eduardo, és ebben a filmben ő reprezentálja a, az igazságot, és az őszinte barátságot Mark számára, megjelenik ugye a Sean Parker karaktere, ő ugye az Eduardo ellentéte, ő a hazugság, ő a megtévesztés, ha ilyen csúnya szót is lehet rámondani, és ugye azt láthatjuk, hogy hogyan veszi át már életében a hazugság az igazságnak a helyét. Pont azt veszíti el, ugye mire a legjobban vágyik a barátságot, és attól függetlenül létre az egy a a platformot létrehozza, ami amúgy összeköti az embereket, ő pedig ugye a film végére, hogyha egy nagyon ilyen szimbolikusan is, de ugyan egyedül és hát mély emberi barátságok nélkül marad. Ilyen szempontban nyilván ez egy, ez, egy, ez egyik ilyen ősi tanmese. Te vagy a kapcsolatok megteremtőnek király, és neked nincs senkid. Norbi, te mondtad azt, hogy keretes szerkezet egy a filmnek, hogy ez a film közepén, amikor ugye a Facebook már eléggé beröffen, és hirtelen ugye nagyon népszerűek lesznek Eduardóval rögtön csajozás, stb. ugye megismerik őket, akkor ugye Erikával megint összefut, az a bizonyos lánya a Márk, és ott ugye próbál vele kommunikálni, de nem igazán sikerült. Tehát, hogy őt Erika karaktere nagyon keményen, de nagyon komoly hatással van már Cukerberek valószínűleg. Próbálna vele beszélni, elnézésként de ugye a lány nem hajlandó vele szóban áll semmilyen szinten. És én még kihoznék itt, nekem volt egy, egy, ebben a filmben egy nagyon jó rész, ugye, amikor Ugye a testvérek nagyon-nagyon harcolnak, hogy be kéne perelni, nem kéne, ugye az egyik testvér szerint be kéne perelni, a másik, ugye, meg azt mondja, hogy hát nem, nem, nem. Csak ugye kitalálja, hogy a, az egyetemnek van egy szabályzata, ami alapján, ugye, ilyen erkölcsi, szellemi tulajdonvédelem és egyéb ilyen baromságok. És a lényeg az, hogy meghallgatást kérnek az egyetem rektorához. Na hát az a rektor, gyerekek, az fantasztikus. Tehát az az egész jelenet, az a párbeszéd, maga a rektornak a karaktere. E, Szerintem én, én azt a részt imádtam. Tehát ahogy, ahogy ezt a, ugye ott a filmben ezeket a testvéreket azért tudom, hogy ők olimpikonnak készülnek, meg ugye eveznek, meg ugye befolyásos család, befolyásos család, még minden, és hogy ott egy rektor, aki oké, okay, egy nagyon menő egyetem rektor, de gyakorlatilag olyan szinten leoltja őket a maga finom stílusában, hogy az valami zseniális. Tehát én nem tudom, hogy ez, ez mennyi, ennek mennyire van lehetett köze a valósághoz, vagy ez abszolút csak egy filmes elem, nem tudom, de, de szerintem nagyon jó volt benne. Hát igen, a két, a két srác mennek és bepanaszolják az óvó bácsinál, hogy elvette a játékukat. Tehát nagyjából ilyen, ilyen, ebből a szemszögből tekint le rájuk. Nyilván ebben benne van az, hogy nem képes akkor is ott, de hát ki, ki, az, aki akkor is ott ezt felismerte volna. Tehát nem, nem látja azt, hogy ez igazából ez, ez, ez miről is szól, vagy ez mekkora innováció, mennyire új, és, és, később mire fogja kinőni magát. Tehát ebben a szempontból teljesen nem roható fel ez neki. És emiatt lecsitítja őket, hogy oké, okay, rendben, diákcivakodás körülbelül, menjetek vissza, és akkor valami mást. És amúgy, amúgy se legyetek itt, mert itt se kéne lennetek, mert hogyha ti olyan különleges embereknek gondoljátok magatok, hogy idejöttek, akkor már nincs miről beszélgetni. Ez, ez, szerintem ez valóban egy kulcsmondata, a, a, például azon a szemüvegen keresztül, amivel én néztem. a Visszatérve a startup világra, az ötlet, bárkinek bármilyen ötlete van, akár a hallgatóinknak most, az ötlet nem számít Egyrészt nagyon kevés originál ötlet van, tehát ami ami olyan, hogy soha senki nem találta ki. Általában az van, hogy vannak már kitalálva dolgok, csak azok vagy rosszul működnek, vagy te sokkal jobban tudod azt működtetni. Tehát, hogy maga az ötlet az nem fontos. Emiatt, ha bárkinek van valami ötlete, nem kell magába tartani, nem kell titkolni, mert senki nem fogja lenyúlni. Valószínűleg a valóságban sem úgy történt, hogy, hogy itt a, a Mark Zuckerberg lenyúlta, ő megcsinálta az alapötletet valahogy sokkal jobban, és egyébként ebben vannak is részletek a filmben, hogy mik azok a sokkal jobban. Tehát akkor, amikor a rektor azt mondja ennek a két srácnak, hogy figyeljetek, semmi baj, hát ti szuper jöttök, szuper emberek vagytok, tíz másik ötletetek lesz, és csináljátok meg azt, arra fókuszáltok, az energiátokat arra bavigyétek. Akkor, amikor bárkinek van egy ötlete, az nem számít, hanem az a kérdés, hogy az tud-e mögé csapatot rakni, tud-e mögé biznisz, magára vagy mögé rakni, tehát hogy hogyan fog az pénzt termelni, vagy legalábbis hogyan tartja el magát. Szóval egy csomó minden az igazi kérdések, nem maga az ötlet. És az, ahogy a filmben ezt látjuk, igazából a Facebook önmagába nem ér semmit, nem számít, hanem azok az apró plusz dolgok számítanak, amiket akár a son. Parker mögé rakott, tehát ez a Napster alapító mögé rakott, hogy azért hozott bele plusz ötleteket, vagy az, ahogyan a már Zuckerberg rájön arra, hogy oké, okay, nem az számít, hogy, hanem az, hogy egymást ismerjék meg, hogy legyen ott, hogy mi, kinek mi a hobbija, hogy legyen ott, hogy mi a relationship, hogy legyen ott a, a legyen ott a bor. Érdeklődési, érdeklődési körök. Igen, mintem. ezek legyenek ott, mert ekkor válik élővé, tehát ekkor történik az a magic meg, ami miatt a Facebook ki tud emelkedni az összes többi közül, mert akkor már rengeteg ilyen volt. Most ugye, azt azért említsük meg, hogy az Eduardo, és ugye a már között ugye egy-egy ellentét kezd már jó ideje kialakulóban van, és már kis is hogy a Eduard úgy gondolja, hogy ebből pénzt kéne keresni. Már akkor, amikor még ez a The Facebook még relatíve kicsi, és még csak a Harvardon belül működik, már akkor úgy gondolja, ebből pénzt kéne keresni, már pedig úgy gondolja, hogy nem kéne ebből pénzt keresni, mert nem tudjuk ebből mi lesz. Viszont ugye a Sean Parker, ugye, amikor már bejön, és már gyakorlatilag ugye már benyomja ezt az ötletet is, hogy akkor legyen csak simán Facebook a The, 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 The nélkül, mert sokkal jobb így, tehát bedobja ezt az ötletet. Ugye ott már nagyon látszik az, hogy amit ti is mondtatok, hogy Márk abszolút szinte issza a szavait Sonnak, és az ő ötleteit, az ő befektetési tanácsait és javaslatait Márk szinte eszi, míg Eduardo tanácsai nem tetszenek neki. Tehát, hogy itt, 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 a hármuk között van már egy ilyen ellentét, hogy egy Eduardo Márkkal harcol, hogy legyen-e pénz, vagy ne legyen. Sean is úgy gondolja, hogy ebben lehet pénzt rakni, de egészen másképp gondolja ezt, mint Eduardo. Mert hogy egész konkrétan azt mondja, hogy ugye egy milliárd a tudti, tehát nem ilyen egy millió, meg nem apró. Akkor részt. megint csak az én szemüvegemet hozom be, mert, mert a, no, no, hagytam volna, hogy a Norvi beszéljen, de, de én megint csak az én szemüvegem szól, hogy igen, startupoknál ez egy, ez egy alapvető kérdés, hogy termőre akarod fordítani, akár minél gyorsabban, mert el kell magát tartania, vagy be tudsz vonzani első körös befektetés, második körös befektetés, harmadik körös befektetés, amikor nem termel nyereséget, de a befektetők azért rakják bele a pénzt, és állják a költségeket, mert majd, amikor termőre fog fordulni, akkor viszont sokkal többet fog érni a Tesla, 10 évig nem volt, nyere, nem termelt semmit, vagy 15 évig, lehet, hogy még most sem, nem tudom pontosan éppen most, hogy áll a Tesla. A, a, amikor a Sean Parker hozza, egyébként neki igaza van. Azért van igaza, mert azért tudja ezeket, mert már bukott startupon, már ki is rakták startupból, meg, tehát, hogy, hogy az egyébként nem hátrány, hogyha valakinek van startup tapasztalata, és akár bukott is vele, mert egy következőnél, vagy egy harmadiknál már sokkal jobban tudja, hogy mi az, ami, ami valóban működni fog, és hogyan érdemes stratégiailag milyen döntéseket hozni. Nyilván az eduardo meg a Mark Zuckerbergnek ezek nincsenek, meg ezek a, ezek a tapasztalatok. Szóval, hogy ez egyébként szintén nagyon jól bemutatja, és tök, tök izgalmas ezeket látni. Abban igazad van, igen, teljesen értékben, hogy Sean Parker, ugye, ő neki már van tapasztalata, szóval ha ő mond valamit, akkor arra esetleg lehet, lehet hallgatni, vagy van benne valami, de mindazonáltal én ezeket mindig úgy látom, és akkor nyilván csak külső szemszögből tudok erről nyilatkozni, sose voltam szartapok alapítója, főleg nem ilyen nagyságrendűeknél, hogy amikor, amikor ugye hallunk egy-egy egy ilyen történetet, nem csak a Facebook, sőt, nem a Facebook kapcsán, más, más cél kapcsán, hogy 2000, nem tudom, 6-ban eladták ezt a céget az eredeti ö, alkotó tulajdonosa, nem tudom, x millió dollárért, és akkor ma ez a cég, nem tudom, ezerszer annyit ér. És, oké, és persze, hogy most rövid vagy hosszú távú hasznokat ö, várunk egy ilyen cégtől. És ilyen szempontból, amik az Eduardo ö, felőli óvatosság is érthető. É, én, én is egy ilyen személyiség vagyok, hogy inkább az alacsonyabb kockázatú, ami most. Ö, ö, reálisnak látszó bevétel felé, mint hogy valaki benyögő egy milliárd dollár, és jó, hagyjuk inkább. És aztán persze nyilván az idő majd eldönt, hogy kinek lesz igaza, és utólag visszanézve persze természetesen igaza volt, mert befutott, de ugye hány olyan van, ami meg ugye nem fut be. És milyen jól tettem, hogy akkor ott eladtam úgymond apró pénzért, ami apró pénz is milliókat jelent, és, és nem vártam vele, versus, hogy ja, hát igen, hogyha öt évet még várok, akkor most százszor annyi pénzem lenne, vagy annyi százszor annyi részvény értéke menne, stb. Igen, igen a kockázatvállaló vállaló ezt... személyiség azok, azok nem mindig tudnak jól együtt dolgozni, azokkal, akik kevésbé vállalják a kockázatokat. Hát igen, szó szóval ezek az emberi dinamikák azok, amikről így szól a film, meg mutatja a film, de engem a Facebook kevéssé érdekelt, és pont ezért Tök, 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 más láttam ebben a filmben. Mennyire volt ez, ez startup, ahogy mondjuk Áron mondod, hogy gyakorlatilag ugye Eduardo berakta, belerakta a pénzt, először csak ezer dollárt, aztán utána, ugyan, amikor már Sean Parker is megjelent, akkor már azért 18 ezer, még Eduardo azért belerakott. Tehát, hogy az elég sok pénz belerakott, de igazából döntésekben már soha nem adott a szavára. Tehát, hogy a döntéseket folyamatosan Márk hozta, mindenek kapcsolatban. Tehát, hogy mennyire, mennyire startup modell lesz, hogy, hogy én kitaláltam valamit, most tök mindegy, hogy loptam vagy nem loptam, ez most tök nyolc, hanem én kitaláltam valamit, te hoztad hozzá a lóvét, tehát nélküled nem lett volna ez meg, hiszen ugye a szerverekre ment ez a csomó pénz, meg mindenféle, hogy elten üzemeljen, és ugye hogy állandóan mennie kell, hogy hol van itt ebben a, a, a partnerség? hiszen az Eduardo azért is lett kitúrva, mert hogy ő, ugye megjelent a Sean Parker, ő ugye elkezdte mondani a dolgokat, és Eduardo szerepe egyre inkább lecsökkent, ami eddig sem nagyon volt azon kívül, hogy na, ha hozta a pénzt. És ugye amikor, amit ti is mondtatok, hogy amikor ugye már Kaliforniába elmegy, és akkor ott bulizgatnak, mit tudom, akkor az Eduardo New Yorkban van. És miközben ő New Yorkban van, gyakorlatilag egyez egybe kitúrják a cégből, hogy hol van itt ebben a partnerség. E, figyelj, ez elég gyakori. Ezzel azt értem, hogy nyilván többféle startup modell van, hogyha ha olyan emberek vannak, akiknek ebbe van tapasztalatuk, akkor tudják, hogy az elején kössenek egymással egy, egy fair, tisztességes, átlátható megalapodást, hogy ki mit visz bele a buliba, valaki a pénzt hozza, valaki a szaktudását, valaki a menedzsmenti képességét, tehát csomó mindent lehet így mondani. És a másik fele az ez a fajta tipikus eset, amikor így, így csak így történnek a dolgok, így megtörténnek, mert oké, okay, te van egy kis pénzed, hozd bele, mert holnap nekem ki kell fizetni a szervert, így gyorsan leprogramozok valamit éjjel, garázs cég, szóval, hogy, és ez, ezekből aztán jóval gyakrabban van aztán végén per, mert hogy igazából az elején nem állapodtak meg abból, hogy ki pontosan miért felel, mi a dolga, ki vezeti az egészet, szóval, hogy igazából ez elég tipikus, no, csak ezt akarom mondani, ilyenek így vannak, garázs projektek. De ez aránytalan volt akkor is. Hát ezt én nem tudom Nekem. megítélni így 2024-ben. Jó, Szerintem is, szerintem is az volt, tehát hogy ez, ez ilyen emberileg, erkölcsileg, tehát azt se vehetjük figyelem nélkül, hogy Eduardo pedig aláírta a szerződéseket. Persze, hát ő, de én nekem az volt fontos, az érzésem Eduardoval kapcsolatban, hogy ő ez egészben, tehát ő azon a szinten megragadt, hogy most csinálunk az egyetemen belül egy ilyen kis cuccot, amivel majd be tudunk csajozni, és akkor mi leszünk a vazék. És ugye gyakorlatilag a maga az a The Facebook, miután készült Facebook, ez elég gyorsan túlnőtt ezen túl a gondolatban, viszont megragadt így, így ezen van, a szinten, van. és ő folyamatosan azért is írt alá bármit elolvasás nélkül, mert ő azt gondolta, hogy a barátjával csináltak valami kis izét, amitől ugye mondjuk hát ugye a, a, a nőmágnes, hogy finoman fogalmazzak, beindított, és neki ez így, ez így neki tök jó. Csak közben ez rohadtul átment egy másik irányba, és mintha ő nem vette volna okay, észre. Oké, szerintem egy tök fontos dolgot mondasz még, és akkor én azt hiszem ezzel be is fejezem ezt a fajta szemüvegemet. Szóval, hogy azok a cégek, igen, azok a cégek, meg startupok, amik igazán jól működnek, akár hosszú távon, a, nem kell, hogy barátok legyenek a, a, az emberek benne, de az iszonyúan fontos, hogy hogy a bizalom az töretlen legyen. Mert itt itt egy ember nem tud fecske, vagy mi fecskeként nyarat csinálni. Tehát, hogy nincs olyan, ma már, aztán főleg nem, hogy egy zseni valamit kitalál, és akkor az önmagától iszonyú nagyját tud növekedni. Mindig kell egy csapat, aki az egészet működteti. És a, a hosszú távon az nem tud működni, hogy a csapatban nincs egység, és nincs bizalom, és nincs egy együtt, együtt dolgozás, együtt gondolkodás. Tehát, akkor, amikor Eduardo fölött tulajdonképpen túllépett az egész, tehát nagyságrendet lépett, vagy váltott léptéket váltott a Facebook, azt ő nem tudta lekövetni, és onnantól kezdve széttartóvá vált a csapat. Ez, ez, ez előfordul, és abban a pillanatban kellett volna ezt lekövetni szerződéssel, megalapodásmódosításokkal, stb., csak ezt nem csinálták, mert nyilván Mark Zuckerberg még mindig egy ócéris ember, őt az egész nem érdekli, hogy ez jogilag legyen meg. Nyilván azóta megtanulta, hogy ezeket legyen mögötte egy jogi csapat, és, és az egészet bástyázza körül. De hát nyilván akkor egy fiatal egyetem is 21-két évesen ezzel az egészen nem törődött. Tehát, hogy na csak azt akarom mondani, hogy az iszonyú fontos minden ilyen csapatban, hogy a bizalom az működjön, mert ez az alapja mindennek. Nem a biznisz az alapja, nem a tech, meg nem a teki az alapja ezeknek, hanem az, hogy legyen egy csapatban bizalom. Ámen. Jó, hát akkor mi záró gondolat, mert ő zárjuk a filmet, meg az adást is. Ugye a, a film gyakorlatilag azzal záró, hogy je a Bozai József felolvassa a tényeket, hogy ki mennyit fizethet minket az anyani nyilván nem érdekel. De hogy a film ugye úgy záródik, hogy ugye a tárgyalást majd folytatjuk a következő nap, és ugye egyedül ül a Márk abban a kis tárgyaló irodában, mert ez igazából csak egy iroda, és ugye nyomkodja a gépét, és ott van egy gyakornok csaj, aki ugye folyamatosan úgy kvázi szimpatizál vele a maga módján, Gyakorlatilag az jön le az egészből, amit ugye mindannyian már fej, fejtegettünk, hogy ugye Övé most már a legnagyobb szuper közösségi oldal, nem tudom már, több millió felhasználó van, stb. És ő mégis tök magányosan, tök egyedül ott ül, maga elé roskadva a gép előtt, és ugye meg bejelöli a saját platformján ugye Erikát a Facebookon, is, ugye öt perce, fél percenként elfrissítget, hogy hát visszaigazolt el már. És ugye elhangzik egy kulcsmondat, talán ez az utolsó mondat, ami elhangzik ugye a nő szájából, illetve a gyakornok szájából, hogy maga nem egy seggfej már, csak nagyon igyekszik az lenni. És ugye ezzel indul, ezzel indul is a film, hogy az Erika is ezt mondja neki, hogy én megkörüljön egy fej, és ezzel záródik is. Én azért ezt úgy érzem, egy kicsit itt megint túl dramatizálva vagyunk, hogy egyedül marad teljes egészében, már így a film végére. Ezt nem, nem tudom amúgy, hogy így volt -e, vagy hogy az életének voltak ilyen szakaszai, de minden esetre ez egy igen jó forgatókönyvi fogás, és hát a film is látjuk, hogy ez egy nagyon szép keretet ad a történet. Szerintem, szerintem üzenet jellege volt ennek egyébként, most függetlenül, hogy mennyire volt igaz, hogy üzenet jellege volt, hogy ugye hiába vagy te nagy tekes, meg izé, ha nincs meg a bizalom, ha nincs meg az emberi kapcsolat, akkor ott ülsz egyedül, és csak várogatod, hogy visszaigazoljon az a csaj, aki miatt lehet, hogy ezt az egészet elindítottad. Mert hogy ugye lehet, hogy Erika miatt történt az egész, ugye volt a Sean egy beszélgetés, ami erre utal. No, záró gondolat valami esetleg, uraim, jó volt, nem volt jó amúgy, én, én ezt a filmet nagyon szeretem, Ö, hagyományos film, filmes értelembe véve szerintem ez egy, ez egy közel tökéletes film, a, a vágás az még egyszer én azt nem tudom eléggé éltetni, Ö, nagyon magas pontszámot a, a, adnék neki, és tényleg ezt, ezt Finchernek az egyik legjobb, legjobb filmje, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom én is ajánlom mindenkinek, ha, ha még nem láttad. Újra nézésre, hát nem tudom, Tehát nekem ez, ez kiérződött már tőlem. Akkor érdemes újra nézni, hogyha mondjuk régen láttad, mert valószínűleg akkor 10 vagy 15 évvel idősebb vagy, mint amikor először láttad, és akkor lehet, hogy, hogy már más, más élményt fog adni. Maga a Facebook történet nem érdekes, az emberi, az emberi része az az érdekes. Számomra nehezen indult egyébként a film, tehát én nagyon nehezen, tehát amikor elkezdődött ez az, az első, nem tudom, x perc, nagyon nehezen tudtam magam rávenni, hogy ezt most nekem végig kell néznem, mert olyan nem akart beindulni, de aztán utána már magával, magába szívott, hogy most már csak érdekel, hogy miről fog ez szólni, és mi lesz ebből az egész. Nagyon be. sokat segít a vágás, meg a jó zene. Úgyhogy végül is bejött, mert csak végignéztem, és érdekelt, hogy mi lesz belőle. Úgyhogy titeket is, hogyha érdekel, kedves hallgatunk, akkor nézzétek meg ezt a filmet is, illetve köszönjük, hogy velünk tartottatok. A média zabálók 16. részében pedig visszatérjünk a klasszikus média zabálók témáinkhoz. Tartsatok velünk akkor is. Barkoci Norbi, Kuvatovics Áron és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, és ne felejtjétek, hogy a hibaüzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.